Nyilván nem vettem elő. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy tag videó lesz, amire Borka hívott ki a Borkariz csatornáról, majd ide belinkelem, meg lentre belinkelem. De mondjuk nem is a csatornáról hívott ki, mindegy, a blogján hívott ki, de milyen videóban csinálom meg, mert nekem nincs aktív blogom jelenleg. Szóval köszönöm szépen Borka kihívást, és ez a tag a back to school tag lesz, vissza az iskolába tag. Aztán magyarosítom majd. Szóval a vissza az iskolába könyves tag lesz. Egyébként nagyon rövid, úgyhogy szerintem nem fog sokáig tartani, de csapjunk bele, mert megyünk vissza az iskolába. Első kérdés. Melyik az a könyv, amelyet minden iskolakezdés előtt újraolvasol? Ilyen nincs. Az, hogy minden iskolakezdés előtt újraolvasok egy könyvet, hát meg hogy egyet, nem tudom. Az szerintem úgy egy idő után kicsit megunnám, hogyha mindig újraolvasnám minden évben. Ami olyan, hogy újraolvashatnám, mert egyébként szeretném is, és hangol legalább az iskola kezdésre, az Rainbow Rowell-től a Fangirl, tekintve, hogy itt egyetemre mennek a főszereplők, és én is most már egyetemista vagyok. Úgyhogy ez lenne a tökéletes újraolvasandó könyv iskola előtt, de nem olvasom újra minden kezdés előtt. Egyszer olvastam, még csak azt is tavaly márciusban. Második kérdés. Minden kötelező olvasmányt elolvastál? Van olyan egyáltalán, aki így tényleg általánostól középiskola végig az összes létező kötelezőt elolvasta. Mert szerintem nincs. Általánosban mi volt? Pál utcai fiúk, Egri csillagok, Köszívő ember fiai? Azt tudom, a Pál utcai fiókat végig szenvedtem, a Közhívő ember fiainak az első kötetét, mert nekünk két kötetesben volt, meg elolvastam, a másodikat már nem. És valahogy a Csillagok háborúját, és azt hiszem abba hagytam félúton, mert már nem bírtam tovább. Szóval nem olvastam el, általánosban nem olvastam el mindent, és középiskolában sem olvastam el mindent. Igazából tizedikben majdnem mindent elolvastam, talán csak az Aranyember maradt ki. És 12-esként, végzősként ugye én emelt magyar érettségit csináltam. Ahhoz meg nem ártott, hogyha a szóbeli tételekhez tartozó könyveket elolvastam, úgyhogy abból tényleg elolvastam mindegyiket, az összes regényt, ami a tételekhez volt. Szerintem én voltam az egyetlen egyébként. A csoportból legalábbis tuti. Oké, harmadik kérdés. Félsz, hogy szeptembertől kevesebbet fogsz tudni olvasni? Nem. Nem félek, mert tudom, hogy kevesebbet fogok tudni olvasni. Tehát tavaly is ez volt, úgyhogy gyanítom, idén is ez lesz. Amúgy középiskolában ez így nem volt jelenség, hogy kevesebbet olvastam, de egyetemen igen, mert nagyon sokat kell mászkálni, meg mint tudom én, szóval ott úgy keves, nem tudom. Egyetem alatt valahogy így annyira nem tudok annyit olvasni. És le fog merülni a kamera! Negyedik kérdés. Melyik ősszel megjelenő könyvet várod a legjobban? Nos, hát a legjobban természetesen egy Rick Riordan könyvet várok, ami a Trials of Apollo utolsó és befejező kötete lesz, ami a The Tower of Nero címet viseli, és ezt a csodálatos borítót kapja. És ez lesz az utolsó Percy Jackson univerzumban játszódó könyv. Ötödik, mutasd be egy borítót, ami az őszre per iskola kezdésre emlékeztet. Annyira nagyon ilyet egyébként nem találtam, bár pont most jutott eszembe. Hogy van egy, ami vannak lehullott levelek. Oké, ez Claire McIntosh-tól az ICU, ez ilyen kis esős, viharos, lehullott faleveles. Ez teljes mértékben őszi hangulatot idéz, és ez most ugrott be, nem ám amikor elkezdtem összegyűjteni a könyveket. Ez, na igen. Ezen kívül, ami még igazából ilyen őszi per iskola kezdős hangulatot idéz, az egyik az a Matilda. Mondjuk ezt gyanítom, nem is ez a borító, ez annyira nem őszies, de ez azért, mert csak tudom, hogy ez a könyv arról szól, hogy Matilda nagyon szeretne iskolába menni, és ugye megy iskolába, ami iskola kezdést idéz. Nyilván a Harry Potternek a borítója az olyan, hogy tudom, hogy a Harry Potterről szól, és az is iskolát jelent konkrétan, hogy megy a Roxfordba. Illetve amit még találtam, ez egy ilyen nagyon vékony kis könyvecske, ez pedig a Dear Mr. Henshaw Beverly Cleary-től, és ugye ezen itt, ez a fiú itt éppen levelet ír, ami, hogyha azt nézzük,
de hülyén áll a hajam. Szóval, ő itt éppen levelet ír, ami olyan, mintha dolgozatot írna, úgyhogy ez iskolakezdésre emlékeztet. Hatodik, vagyis utolsó előtti kérdés, mennyire vigyázol a tankönyveidre? Amíg volt, vigyáztam rájuk, mindig jó állapotban voltak, mindig be voltak borítva. Néha, amikor nagyon unalmas volt az óra, akkor rajzoltam bele. De egyébként jó állapotban voltak. Egyetemen meg konkrétan nincs tankönyvem, szóval azokra így nem kell vigyázni. Az utolsó kérdés pedig, hetedik, melyik nyári olvasmányodról fogsz írni irodalom órán? Nincs már irodalom óra. Bizony, egyetemista vagyok, úgyhogy innentől kezdve nekem ilyenem nincs. Olyan meg végképp nincs, hogy a nyári olvasmányaimról kelljen bármilyen beszámolót tartanom. Egyedül YouTube-on tartok beszámolót az olvasmányaimról, úgyhogy nem tudok ilyet. Egyébként soha nem volt ilyen, se általánosban, se középiskolában, hogy nyári olvasmányokról kéne beszámolni. Egyedül az ilyen olvasónaplóírás nyáron. De szerintem nyáron sose olvastam könyvet, nem volt nyári olvasónaplózásunk. Középiskolában meg végképp nem. Szerintem ott ennyi volt, hogy az irodalomtanár megkérdezte, hogy van-e egyáltalán valaki, aki olvas könyveket, és így jelentkeztem, hogy... Így kellett jelentkezni? Igen. De durva, mert nem is jelentkeztem. Ja, igen, szóval én így jelentkeztem, hogy én olvasok könyveket. Igen. És akkor ragadt rám az, hogy Matilda a könyv, majd ő biztos mindent elolvas. Ez lett volna ez a kis vissza az iskolába tag, úgyhogy köszönöm szépen Borkának még egyszer, hogy kihívott. És ezt a pár kérdést, hogyha van kedvetek, kommentben töltsétek ki ti is. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal. És mindenkinek jó iskolakezdést. Bármire ez a videó kimegy, már elkezdődött, de nem baj, azért jó iskolakezdést.